mit is takar a szelektív hulladék gyűjtés. A Föld napjához kapcsolódó programok sorozata a Vámbéry Ármin alapiskolában kezdődött, ahol a városi hivatal munkatársa tartott előadást a szelektív hulladékgyűjtésről. Gróf Nikolasz adatokkal szemléltetve beszélt a városi hulladékgazdálkodásról és mindennapi munkájáról. Válaszolt a gyerekek kérdéseire is. Akkor ide egy nagyon pici. A város szépítésre, a környezetvédelmére az óvodások figyelmét is felhívták, természetesen játékos formában. A Komenszky utcai óvoda óvodásai a Vámbéry téren a virágágyásokba virágokat ültettek ki, majd a Duna utcában egy pihenőzóna kialakításában segítkeztek. Itt fákat, házsfát, kőrisfát és júdásfát ültettek ki. Igyekszünk arra nevelni őket, hogy ne szemeteljenek, hogy óvjuk a természetet, a földet, a virágokat, a fákat, ne tépjék a bokrokat, és különböző mesék segítségével készítünk hajpántakat, amire szívecskéket rajzolnak a gyerekek, hogy szeretni kell és vigyázni a földre, mert ez nagyon fontos. Úgyhogy remélem, hogy azért egy kicsit hatással vagyunk a gyerekekre és azáltal a felnőttekre is, amennyiben ők nem tartják be ezeket a szabályokat, és nem védik úgy a földünket, ahogy kellene. A pihenő részben a következő napokban padokat helyeznek ki, és a hiányzó sövényt pótolni fogják. Dunaszerdahely virágosabbá és zöldebbé tétele a következő hetekben is folytatódik. Az ültesfát a jövőnek elnevezési programunkat folytatjuk, hiszen a főkertésszel felmértük a városban azokat a területeket, illetve voltak képviselői, illetve lakossági jelzések is, hogy hova szeretnének fát ültetni, vagy hol zöldítsünk, hova figyeljünk oda jobban. Ezeket először feltérképezzük, és utána pedig egy koncepció útján kerülnek a fák kiültetésre. Talán a legnagyobb faültetés az majd az Észak 2-es összekötő út mellett fog zajlani, tehát az egész végig fákat fogunk ültetni, valamint majd elkezdődnek a körforgalmaknak a virágültetése is, tehát beültetése, illetve kikerülnek majd a kaspókon a virágok is, a sétáló utcán, a fő utcán. A földnapjához kötődő programsorozat része volt a szemétszedés is. A ProRégió Danubia Polgári Társulással közös szervezésben gyerekek és felnőttek a Jeszenszky utcai játszóteret és az állomással szemben található parkot tisztították meg a szeméttől. Szedünk szemetet a parkba, mert földnapja van, és hogy megtisztuljon egy kicsit Dunaszerdahely. Anyukámmal, meg apukámmal, meg a tesómmal szedem össze a szemetet. Itt lakunk, itt élünk, úgyhogy próbáljuk a gyereknek kicsit megmutatni, hogy segítsenek és hozzájáruljanak ezzel a picivel ahhoz, hogy szebb legyen a környék. A játszótér az elég jó, cigicsik az nagyon sok, úgyhogy azt lehet, hogy lehetne kicsit kevesebbet. Egyébként az jó, itt a parket kicsit rosszabb, úgyhogy itt szerintem több lesz a zsákba, úgyhogy. A ProRégió Danubia Polgári Társulás a Tisztítsuk meg a Csallóközt program keretében június közepéig további takarítási akciókat szervez. A tervek szerint akár 50-60 helyszínen. Szervezetek, cégek, iskolák és önkormányzatok is jelentkezhetnek a társulás honlapján keresztül.